A kissé ősziesre fordult időben mindkét csapat aktívan kezdett, a hazaiak igyekeztek támadni, a vendégek pedig kontrákkal próbáltak eljutni a kisvárdai kapu elé. Az első lehetőség a 18. percben adódott a házigazda előtt, Misics baloldali szabadrugását követően a labda épp hogy elkerülte a kapu bal alsó sarkát. A 33. percben Olá lövése ugyanazt a sarkot vette célba, Szappanos azonban ki tudta tolni a hálóba tartó labdát. A 39. percben azonban már ő is tehetetlen volt, Misicset vágták fel a kaputól 20 méterre, a megítélt szabadrugást a sértet végezte el, és ballábas lövése a sorfal fölött vágódott a kapu jobb felső sarkába. A második játék részben a vendégek nagyobb sebességre kapcsoltak, de a kisvárda jól őrizte előnyét. Az 58. percben Olá lőtt kapura kecsegtető helyzetben, Szappanos azonban hárított. Az Ete a 80. percben állt a legközelebb az egyenlítéshez, egy baloldali szabadrugás után Ecker maradt egyedül az ötösön, és ezen ő is úgy meglepődött, hogy messze a kapu mellé fejelte a labdát. A hátralévő időben is uralta a játékot a várda, ami így megszerezte első hazai győzelmét a szezonban. Jobban szerettem, hogy többet tudunk rúgni, de a mai napon nem sikerült, pontosan azért, mert a kapu előtt pontatlanok voltunk. Tehát a szögletek és szabadugások nagyon jól jöttek be, csak kicsit lemaradtunk mindig róla, vagy amikor mögéig tudtunk menni, ami többször sikerült is, ugye erre készültünk, akkor viszont nem jól adtunk be, nem találtunk embert belül, viszont azt el kell mondani, hogy a csapat jól játszott, az ellenfélnek igazából helyzete nem volt, nekünk kellett volna még gólt szerezni, erre meg is voltak a lehetőségeink, de ez sajnos a mai napon nem sikerült, viszont jelzi a csapatnak az erejét, hogy 1-0-ra is tudott nyerni, és nagyon masszívak voltunk, még akkor is, amikor az ellenfelünk a végén már minden egy lapra föltéve, főleg agresszíven próbált támadni minket, de akkor is a játékosok meg tudták oldani a feladatukat, tehát amikor kellett, akkor tudtunk futballozni, és volt, amikor nagyon szépen játszottunk, amikor meg küzdeni kellett, akkor meg küzdöttek a játékosok, tehát helyén volt a szívük minden pillanatban. A vendégek edzője szerint jól felkészültek a kisvárdából, de ennek ellenére sem tudták megakadályozni a hazaiak győzelmét. Ismerem Kondás eleményt, ismerem a kisvárdát, mert több meccset is láttam, amit játszottak. Kielemezve tudtuk, hogy mit fognak játszani, abban nagyon keveset változott a játékba. Azt mondom, hogy elég jól felkészültünk, jól fogadtuk az ők indításokat az elejétől kezdve. Pászom mögén tudtak kerülni, de nem tudtak felszabadulni, de ugyanúgy mondom, a kisvárda, amit számítottunk, arra azt kaptunk. Persze egy olyan szabadrugásból kaptunk gólt, amit ki lehetett volna kerülni, de a labdarúgásban ez ilyen. A forduló további eredményei a következők: Siófok-Győr 0-2, Buda-Örs-Dorog 2-2, Budafok-Soroksár 1-1, Szolnok-Kazincbarcika 0-0, Vác-Szeged 1-0, Ceglét-Sopron 2-0, Békéscsaba-MTK-Budapest 0-0, Csákvár-Moson-Magyaróvár 1-1 és Gyirmót-Nyíregyháza-Spartakusz 0-3. A tabella élén egyetlen 100%-os csapatként a 9 pontos Nyíregyháza-Spartakusz áll, megelőzve a 7 pontos Kisvárdát. A Kisvárda szombaton a Gyirmótot fogadja.